És akkor most nagyon nagy szeretettel köszöntöm Kányádi Sándort, ennek az első műhely beszélgetésnek a meghívott vendégét. Kossuth Díjas költőnk, a nemzetművésze, a Magyar Művészeti Akadémia tagja. Azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatom, hogy az egyik legnagyobb élő magyar költő, és ez nagyon nagy megtiszteltetés nekünk, hogy elfogadta ezt a meghívást. Minden egyes meghívott vendégünkhöz egy szakértőt hívtunk, aki ismeri azt a területet, aki ismeri az adott művészt is, és ez ma este Pécsi Györgyi irodalomkritikus lesz, akinek szintén nagyon szépen köszönöm a tagozat nevében, hogy elvállalta azt, hogy ezt a beszélgetést vezeti. Most pedig minden szépet, jót kívánok önöknek, jó töltetés. Töltekezés, szép estét! Úgy láttam valahogy elcsúszott az információ, és az lett a mai este címe, hogy a Sörény és Koponya című kötetről fogunk beszélgetni. Ez nem így van, hanem a Sörény és Koponya című versről. Ennek a versnek van egy története, két változattal létezik, ugyanis az egyiket 1981-ben írta Sándor bácsi, az a 4 strófás kis vers, nagy vers, de rövid terjedelmű, és ez jelent meg 1989-ben a Debreceni Csokonai Kiadó kiadásában megjelenő kötetben. Ezt választották címadóul. A 80-as években Sándor bácsinak nem jelenhetett meg, nem csak kötete Romániában, de felnőtt verse sem jelenhetett meg, és ez tulajdonképpen egy ilyen félig romániai szempontból szamizdat kiadás volt, de a magyar irodalom is közélet már akkor vállalta, hogy határon túliakat támogatni fogja, és vállalja a megjelentetésüket. Felolvasnék Sándor bácsi egy idézetet. Azt mondja, hogy ebben 79-es interjúban, hogy a mi irodalmunk regionális bajnokságot játszott eddig, edzőmérkőzéseket tartott idáig az életben maradás érdekében. És éppen a nyitásnak és az internetnek köszönhetően most kijuthat akár a nemzetközi mezőnybe is. A nyelv és a nemzetiség megőrzése nem az irodalom dolga, hanem a parlamenti képviseletünké, meg az újságírásé és az utcaemberéé. A közteherviselésnek a nagyon nehéz súlya leesik az irodalom válláról, és most meg lehet mutatni, hogy érdekessé tud-e válni, tud-e valami érdekeset mondani, megállja-e a helyét. Miről szólt eddig az irodalom? A születésről, az életről, a halálról, az örömről, a bánatról, a szerelemről és a tájról. És pluszban nálunk szólt a nemzetiségi sorsról is. Most ezt az utóbbit kiiktatjuk, s hadd lássuk, tud-e valami érdemlegeset mondani a többiről. Tulajdonképpen akkor itt vagyunk annál a kérdésnél, hogy van a költészetnek természete, vagy a művészetnek természete, és van funkciója. Mit gondol? Jó estét kívánok! Én nem tudok ilyen. Ez biztos, ha így van, ha így mondtam, akkor szerintem így volt. De én most nem azért érzem úgy, hogy nem tudok verset írni, mert megvénültem. Ez az igazság. Hát bocsássanak, mindjárt egy anekdótával, anekdótaszerű történettel kezdem, hogy Ilyes Gyula bácsi 80 felé járt, én már 90 felé, ugye, mert 86 éves vagyok, és egyszer azt mondja nekem, hogy miért olyan ritkán is? Hát mondom, Gyula bácsi, azért annak is megvan az ideje. Aztán nem lehet tisztességes ember, aki a versírást abba hagyja. De mondom, idejébe abba hagyni, az se kutya. Úgy hátba ütött, hogy most is, amikor erre visszagondolok, akkor megfájul a hátam. Mert ugye ő még mindig írt verseket. Hát mondom, mert szégyelnék is, Petőfi Sándor 26 és fél éves korára megírta összes műveit, ugye. Arany János is már 67 évesen aggasztján volt. Hát nem. És azon kívül megváltozott tényleg a világ, és a versnek az a funkciója, amit hittünk, legalábbis az előtti a klasszikus korszakaiba, akkor ez egészen más volt. Most nem tudom, hogy van-e. Az a funkciója, mint a magyar irodalomnak, magyar költészetnek szerintem, az, amit úgy ismerünk, hogy Balassi Bálint, vagy egész magyar költészetre, ami végigvonul, Petőfi Sándor, Arany János, József Attila, nem sorolom fel mindenkit, ez a fajta
értelme, úgy látom, hogy most nem, nincs meg. És nem azért, nem, hát én biztos nem, én lerekedtem, én nem tudok, én másokkal, mással foglalkozom, ez befejeződött. Én most kútász vagyok. Kútakot építek, ez nevetséges egy kicsit, de az igazság az, hogy van már 6 kútam. Na most az én egyéni életemben minden teóriától függetlenül, én lényegében az volt az én hivatásom, hogy egy kutyáról és egy lóról írjak. Ez én egy napon születtem egy kutyakölyökkel, ugyanaz, ők többen voltak, ugye, mert van egy mondás, és megbánja, mint a kutya, melyik 9-et kölykezett. A szomszédunkban pont, amikor én születtem, akkor a kutyának 9 kölyke született, abból egyet meghagytak az én emlékre, mert a többit azt hiszem elevenen eltemették, vagy vízbe ölték. Vízbe ölték, és a másik ugyancsak egy és kis kancacsikóval, az a szomszéd faluba, a dobóba jött a világra, és az anyja ellés közben meghalt. Hát egy hétig táplálták, és akkor meghalották Kányádi Miklósnak Galanfalván, van egy kicsicsikós kancája, és elhozták, és fölajánlották édesapámnak, mert ezek ilyen kereskedőféle népek, a dobaiak, gyümölcsel, vándorkereskednek, kóberes szekérrel viszik faluról falura, és van egy nagyon híres körtefánk, a pirosbelű körtefa, és annak abból 6 véka, mikor majd megérik 6 vékát a dobai elvisz, és ezért ott hagyta nálunk a csikót. Na most ez a csikó felnőtt, nagyon ügyes, élelmes volt, mondta édesapám, ugye nem emlékeztem kicsi korában. Mielőtt, mikor mentünk a szekérrel, és ugye a két csíkó volt, a mostó, a fogadott, és az édes csíkó, csak ez lusta volt az édes gyermek, és mikor megálltak, akkor jött a kicsi árva, mindjárt gyorsan is kiszopta a tejet. Úgyhogy ilyen élelmes volt egész korában. Aztán felnőtt, azt szoktam mondani, hogy én a házasságban is úgy látszik, hogy olyan vagyok, mint édesapám, most se cserélgette a lovakat, mint hanem ez élete végéig, ez a ló és utódai minket számon szolgált. Én neki köszönhetem, hogy kollégiumba kerültem, mert a kollégiumi tanúdíjat az elején, amikor még kellett fizetnem, mert ott úgy volt, hogyha olyan volt a bizonyítvány, akkor már nem kellett, tandíjkedvezmény volt. Szóval ez a csikó minden két évenként, vagy másfél évenként az szokott, ellett egy csikót, és abból tanítatott engem. És aztán majd maga mellé felnőtt társul a leánya, az is csikózott, és így ért, hogy 17 éves koráig, és aztán, amikor 18 éve volt, egyszer mentem, és azt mondja a pásztor, hogy de 3 napja nem láttam. Itt megjelentek a leányával, az unokájával, és aztán elmentek, ahogy szoktak, és de a kutyák nagyon fognak már második éjszakája itt a közelben. És elmentem, és akkor megtaláltam. És az így van, hogy 3. napon már csak sörény és koponya, lerágott bordák, csak karambolozott csigolya, egymásra futott véres kis vagonjai. El sem kellett már takarítani. 3. napon már csak a dögszag, s a beleg széttaposott sarából torozó legyek, s a szakadék szélén septébe kirakott zabálás sürgette anyagcserenyomok, s a csönd, a tehetetlen lombok szégyene, miért itt kellett megtörténnie. 3. napon már csak sörény és koponya, lerágott bordák, s a karambolozott csigolya, üres kötőfék szárat húz a nap, végig az erdő még egy sugarat, mind akire önnön halála alkonyul, úgy állok olyan vigasztalanul, s a dögresettenkedő farkasok szájuk szélét nyalva lesik, hogy zokogok. Na hát ez volt az indítás hossza. Aztán úgy adódott, hogy más dolgom is volt, és mind erre gondoltam, az én feladatom az, hogy lóról és a kutyáról írjak. A kutya, a purdék kutya volt, az 10 éves koráig szolgált engem, kölyközött, rendes egy nőstény kutya volt, és a végén, hát nagyon beteg lett, megkelt a
gusztustalannak hangzik talán, de ez így igaz. Én nagyon el voltam keseredve, és a szalmakasz aljában ott feküdt, és gennyes volt az emlője. És az fájt neki nagyon. És próbáltam kifejni, és nem akart jönni, és akkor bocsássanak meg. Odahajoltam, és kiszívtam, és kiköptem, és a kutya hálásan megnyalta a homlokomat. Szóval hát ezek az én nagy témáim, ugye. És Purdénak hívták a kutyát. Egyszer még tudom, fölvonít a holdra. Érettem vonít majd Purdé gyermekkorom füstszínű drága társa. Megnyalja lecsüngő, vagy már egymásra illesztett kezem. Könnyet is ejt hűséges szép szeméből, ahogy én is napokig sírattam. Tehetetlen ódalvást ugrik Szent Mihály földig letakart lovaszügyétől, és farkát behúzva elindul előttem, ő tudja már hova. Most én találtam Sándor bácsinál egy olyan idézetet, hogyha megint egy picit eltérünk a verstől, azt mondja, hogy addig vagyunk magyarok, amíg magyarul beszélünk, gondolkodunk, magyarul műveljük magunkat. Minden ennek a legfőbb célnak csak eszköze, alkalma, segítője kell, hogy legyen. Ezért fordítódott, íródott az a legelső beszéd. Megvolt már az anyag a templomépítéshez, föl is épült zivataros évszázadaik alatt, egyre monumentálisabbá emelkedett nyelvünk székesegyháza, magyar költészet. És itt cáfolja Adinak a szétszorodás után versét, hogy a szétszorodás megtörtént ugyan, de a templom fölépült, tehát hogyha mint magyarok esetleg kihullunk a történelem rostáján is, az emlékművünk, a nyelvünk a magyar költészetben megmarad. És akkor még Kalos Zoltántól idéznék valamit, ez is pontosan úgy kezdődik, ahogy a Sándor bácsi, addig leszünk magyarok, amíg magyarul énekelünk és magyarul táncolunk. Ez a kultúra őrzött meg minket 1000 éven át Európában. Ezeket a hagyományokat kötelességünk éltetni és továbbadni a nemzedéknek. Na most akkor ez azért mégiscsak feladata most is az irodalomnak, költészetnek, nem? Az ének is, meg a vers is, bár a kettő között nincs olyan nagy differencia. A magyar az Isten kiválasztott népe. A magyar nyelv az Isten kiválasztott nyelve a magyarok számára. Hát az írások szerint a zsidókat kellett volna mondanom, mert ők ugye köztudott Isten kiválasztott népe, és a zsidó nyelv Isten kiválasztott nyelve a zsidók számára. A román nép Isten kiválasztott nyelve, népe, és az ő nyelvük Isten kiválasztottja a románok számára. És így föl lehetne sorolni minden nemzet. Mi lehet egy nemzetnek, egy népnek a célja, hogy az Isten csak számára kiválasztott nyelvet az emberiség életének legvégső határáig tovább vigye, gyarapítsa, éljen vele, és benne mindannyiunk örömére, és Isten nagyobb dicsőségére. Mert itt van az, amit idézett Györgyike, hogy mert addig vagyunk magyarok, amíg magyarul beszélünk, magyarul élünk, gondolkodunk, ez minden néppel így van, nem a mi kiváltságunk. Ez szolgálta és szolgálja mondjuk a magyar költészet is, ezt szolgálja minden, ami előre viszi. És ezt szolgálja mondok egy történetet erre is. Néhány évvel ezelőtt Nagybányára hívtak meg. Nagybányán kb. 12 000 magyar él, és ott minden szeptember végén, szeptember utolsó hetében van egy magyar hétvége a főtéren. Nagy nyilvánosság előtt összejönnek környékből is magyarok, és hadhatós polgármesteri támogatásra. Én is megvoltam egy vasárnap délelőtre hívva, az péntek, szombat, vasárnap csak magyar szó, magyar ének, magyar tánc van Nagybányán. És most örömmel hallom, hogy még mindig folytatódik. És ott voltam, és mondtam a Németh László gimnázium tanárainak, mert úgy ott született Németh László, sorol van elnevezve a magyar gimnázium, hogy vajon nem azért tartjuk ezt vasárnap, hogy nem menjünk templomban, mint régen volt ez az úttörő időkben. És azt mondja, Sándor bácsi, lesz templomozás is. És amikor én elmondtam, hogy mire emlékszem én Nagybányára, hogy itt színházat hoztunk létre 1953-ban. És ez a színházat
akkor végzett a Szentgyörgyi István színművészeti főiskola, az akkori negyedévesei 53-ban, írtak egy levelet Gróza Péternek, nem fogunk politizálni, de azért ezt elmondom, hogy szeretnének Nagybányán egy magyar színházat létrehozni. 3 hét alatt megérkezett a színház alapító okirat és a kinevezések. A szatmárnémeti magyar színházi tagunat mai napig ennek a színháznak a jó utóda. Ez az egyik. A másik pedig volt, ezt elmondtam ott, és hogy én ismertem itt egy itt született kommunistát, úgy hívták, hogy Hutira József, aki 19 éves korában lépett be a román kommunista pártba, 39, Esztergályos volt Brassóban, aztán bécsi döntés után visszajött Magyarország haza, Nagybányára, és hát közben akkor is nem ávónak hívták, nem tudom én, kémelhárításnak, mert ugye kommunista volt, elfogták, és Jóska egyébként aztán az első felszabadulás után Kolozsvár, Kolostartomány, hogy hívják, elnöke volt, főnöke volt. Ő volt a tartományi főnök, rendőrparancsnoka. Azt mondja, hogy Albániánál nagyobb területnek vagyok a rendőrparancsnoka, és a feleségem minden hónap végén visszaváltja az üres üvegeket. Akkor ilyen idők voltak, és ott nem volt, hogy most valaki jöjj, hogy hívják, hogy Sándor bácsi, akkor mindjárt hoz egy üvegbort, meg ilyesmi, akkor az nem volt divat. Na most ez a Jóska előtt csak azt nem lehetett mondani, hogy Isten áld meg a magyart. Azért nem, mert a magyar kémelhárítás, mint fiatal kommunistát elfogta, és Szamosfalván a heréjén dobolták ki a magyar ritmusát. Amikor elájult, akkor lelocsolták, és amikor fölébjött, újra kezdték. Úgyhogy ilyet mondtál Jóska előtt, hogy Isten áll, abban a pillanatban elájult. Na, hát ő egy derék ember volt, és ez a két embert említem, és amikor feleségemet aztán 58-ban, amikor az egyetemet egyesítették, úgy gondolták, hogy könnyebb lesz velem a dolga, az akkori kémelhárításnak elvitték. 9 hetet ült ott, aztán nem sikerült semmi se. Én nyilván mentem a barátomhoz, a felesége nekem kolléganőm volt a Napsugárnál. És este még ittam egy pohár bort is, bátorításul, sohase felejtem, mert vörösbort ittam, Dubonit, azért se ittam. És beállítottam este 10-kor, és bezörgettem, és kijött, és mondom, elvittétek a feleségemet, majd megmutat, berántott, hogy ne randalírozzak, azt mondja, én nem tudok semmiről, semmi, csak tolvajokkal, gyilkosokkal foglalkozom. Majd megmutatom, én a öngyilkos leszem, az is előfordulhat. Add ide ennek a szájhősnek azt a pisztolyt, ide adja, oda tartó, hogy kell ezt kibiztosítani, marha, meg van tőtve. Szóval hozd el a József napra eldugott bort, és ott kocintattunk még vagy kettőt. Más harmadnap elmentem a szekuritáti főnök. Annak a parancsnoknak a felesége az a Napsugár könyvelője volt, a lapnálon dolgoztam. Ő elszokta, csehszlovákiai magyar tanító családból, szóval elszokta hozni azokat, verseny megjelentek, és amit a férje aláhúzott. Azt mondja, vigyázz, mert Jóska ezeket aláhúzta. Úgyhogy ilyen világ volt, és így elmondtam a szekuritát és nélkül, és egy évben, hogy a feleségem kikerült, akkor azt mondja a felesége, Tamás Mari, hogy Jóska szeretne meginni veled egy üvegbort. Magdi, ne haragudj, mondta a feleségem, te nem vagy meghívva, én se. Bemegyek, és Jóska ott van megterítve az asztal, egy üveg vörösbor, ennivaló. És azt a Sándor nem csodálkozott, hogy több mint egy évben nem beszéltem, mondom, nekem annyi bajom volt. Te ne haragudj, azt mondja, én amikor eljöttél hozzám randalírozva, akkor hazudtam neked. Én tudtam, hogy elvitte a feleségedet a szekuritáté. Mert az a gazember, ez a másik volt, aki aláhúzogatta a versenyben, az azt mondta, azzal állított be a végrehajtó bizottsági gyűlésre, hogy
fogtam egy nyelvet. Kicsodács, mondta az én nevemet. Na, azóta egy emberem éjjel-nappal a nyomodban van, Sándor, és ha azt mondom, hogy téged sikerült befűzni, akkor kiröhöglek. Nem sikerült. Ígyuk meg, azt a ember vagy. És mondom, Jóska, ha te csak ennyire becsültél engem, akkor idd meg egyet, Sándor. Nagyon erős embereket láttam megtörni. Ígyuk meg a bort. És aztán Jóska attól kezdve 6 éven át, amíg még élt, olyan barátomot visszaköltözött Nagybányára, és Nagybányán nekem nem volt Temesvár felé olyan utam, hogy Kolozsváron, ne Nagybánya felé menjek, Bukarestbe, ne oda, arra menjek, és ki találkoztunk a vasúti restibe, megittunk egy pohár valamit, és elszívtunk egy jó cigarettát. Ceausescu akart belőle, hogyják, hogy miniszter helyettes csinálni, nem vállalt semmit se. Ott halt meg Nagybányán nyugdíjba. Na, ezt elmondtam, és utána, amikor az egésznek vége van, megjelenik a színpadon 5 pap. Egy római katolikus, egy református, egy unitárius, egy evangélikus és egy görög katolikus magyar pap. És 3-an mondtak körülbelül 5 perces Isten tiszteletet, és utána azt mondták, ahhoz, hogy megmaradhassunk, már pedig meg akarunk maradni magyarnak, minőségi emberekké kell válnunk, amen. Na, szóval ezek is, hogy úgy mondjam, hozzatartoznak a költészet tápláláshoz, hogy egybe zengnek azzal, amit én mondtam, hogy mit tudhatott. Szóval Erdélyben most is tudják azért ezt a dolgot, hogy ennek ez a módja, hogy minőségi emberekké kell válni. Mint ahogy jó néhány aforisztikus, tömörségű megállapítása van Sándor bácsinak a költészetről, amilyen egyszerűnek tűnik, ám de valójában a leglényegét ragadja meg. Az egyik nagyon számomra is kedves megállapítása azt mondja, hogy a vers, a nyelv, szobra és állandó hiányérzetünk ébren tartója. Ezek Sándor bácsinak az úgynevezett zetelaki tézisei. A megállapítás első része, hogy a vers, a nyelv, szobra, azt hiszem, hogy mindenki számára egyértelmű, hogy a költészetben formálódik meg 5 testet a nyelv, az élő nyelv pedig hát mindig hozzátesz ehhez, vagy illetve a költészet mindig hozzátesz, hozzáépít ehhez a szoborhoz. Van egy másik hasonlata is, hogy a magyar költészet az egy katedrális. Megállapítás másik része, hogy és állandó hiányérzetünk ébren tartója. Ez viszont már egyáltalán nem a költészetnek, vagy a művészetnek a funkciójára, vagy feladatára utal, hanem arra a költészetnek, arra az örök természetére, ami mindig mindenkorban megszületik, független attól, hogy milyen körülmények, társadalmi körülmények vannak, határozzák meg az embernek az életét. Érdekes ebben a visszatérve a Sörény és Koponyához, hogy ebben az állandó hiányérzetünk ébren tartó és a létről való bölcseleti gondolkodásban Sándor bácsi egy román költőt idéz, azt hiszem, Nicita Stanescut, 2 fordításban is. Igen. Nagyon fontos volt Sándor bácsinak néhány román, kifejezetten kitűnő román költő, Bakonszki, Anatol Bakonszki, Ioan Alexandru, akikkel egyfajta szellemi párbeszédet is folytatott. Stanescutól viszont csak, ha jól tudom, ezt az egy verset nem, fordította, nem? Nem, én fordítottam többet is, de ezt tartottam lényegesnek betenni Nikita Stanescutnak. És hát fordítottak mások kötetet is minden, de ez annyi az egész, hogy majd maránsi jó kötet, hát én túl elfelelem. Olykor nem bánnám, ha részem volna más elrendelésbe, ha nem jövök a világra, holtomat senki se látja. De vágyott, hogy juthassak révébe mind a 2 partnak, hogy szülessek, s meg is halljak. Hogy szülessek, s meg is halljak. Na most ez az egyik változata. A másik változata az, mert idegesített engem, hogy románul, nem azért, mert én tudok jó románul, nem mert tudásomat akartam itt fitoktatni, de az, hogy ez így van románul a második strófa, dar ma puka dorul cer mai dor de quasta mândurur semănas și mor semănas ca să și mor. Na most itt 2 latin eredetű szó van, a dor és a mor. Ez halál és vágy. Ez a román szó, ez a román nyelv csodaszava,
ador, mert ez a vágyat jelent, de sokkal nagyobb a hatósugara, mint a magyar vágyszónak, mert például a népdalban így van, dórulé, dórulé, vágyam, vágyacskám, mert ez nevetséges volna magyarul így mondani. Na most ezt az izgatott, hogyha nincsen nekünk egy szóba dor és mor, vágy és halál, és ez rimpár legyen, és egyszerűen itt megyek valahol az egyik útkereszteződésen, és hirtelen megálltam, majdnem elütöttek, szerencsére az ábrán mentem, mert akkor eszembe, dehogy nincs, hát van, itt van egy ilyen szavunk, azt mondja, öl, és megöl. Anya öl, és megöl. Ez, hát ez egy gyönyörű rím, és így van. De a vágyak vágyát gyújtva föl, csábított az anya öl, azzal, hogy szül, és meg is öl. Azzal, hogy szül, meg is öl. Nemrég jöttem rá, hogy van egy elég nagy paradoxon a költészetében számomra. Az ugyanis úgy írják le Sándor bácsi költészetét, hogy az egyetemes létbizalom, a hit, a remény költője. Néha megfették már bizonyos korokban, hogy nem a kételyek, a kételkedés költője, hanem a bizonyos axiómákhoz ragaszkodik a szülőföldhöz tartozás, szülőföldön maradás axiómájához, az erkölcsi tisztesség axiómájához, a közösséghez tartozás axiómájához, a közösségért vállalt cselekedeteket első előnyben részesíti, vagy elvárja. És ugyanakkor ez az egyetemes létbizalom, és hogy úgy mondjam, pozitív gondolkodás, ezekben a nagy versekben, például a Halottak napja Bécsben, a folyók közt, és itt a Sörény és Koponyában, Koponya című versében is, egy nagyon tragikus világpusztulás képpel zárul, mind a három nagy verse. Hogy ez a paradoxon, ez mire vonatkozik, vagy hogyan értelmezik ezt a paradoxont? Nehéz így beszélni, úgyhogy érthető is legyen, mert ez egy hosszú vers, egy 400 sornál is több, és a vége az van, hogy biztos erre gondolt, hogy az a, és utána már semmi sem következhet, csak a lebegés olyan, mint egy hidrogén atom. Olyan könnyedén akár egy hidrogén atom. A hidrogén atom, ezt egy nagy tudóstól tanultam, Baj Zoltántól. A Halottak napja Bécsben. A Halottak napja Bécsben. És ez a címe a versnek, és az, hogy a hidrogén atom, ennek csak egyetlen, milyen van? Buta vagyok, ezt már rég tanultam. Mert egyetlen elektronja van. És aztán utána már semmi se következhet, már csak a lebegés olyan szerény, olyan könnyen, akár egy hidrogénatom, de megkísérthet még a fénysz. Ha netán eszükbe jutna elvenni az egyetlen megmaradt elektronunkat is. Így legalább megvolna még a remény, a 10-20 milliárd évnyi jövendőbe vethető hit a föltámadásra, vagy valami ahhoz hasonlóra. Na hát én nem tudom, hogy mi szomorú, hát ez egy optimista. De a folyók közt szintén az két változatban hasonló, szerintem keserűséggel zárul. Hát ez nem egy olyan, hát a leginkább a Sörény és Koponya már arról van szó. Ugye elmondtam az első felét, az első részét, az indulást most elmondom a végét. Aknamezőkre terelt konda, lekaszált lovak, szétlőtt oltár, égő erdők, uram, e ronda fajzathoz, mely gyilkol naponta, baján enyhítni miért hajolnál. Fiad már egyszer meghalt értük, eredményét magad is látod. Gyűlölet a fegyverük, vértjük, pusztuljanak, legyen már végük, teremts nélkülük új világot. Elég nagy a te mindenséged, mens ki az innen menthetőt még, oda, hova lábuk se léphet. Krisztustalan, amit beszélek, de talán mégis lehetőség. Ha
lőjék szét, mit ők emeltek. Templomot, hídat, gyárat, házat, gyilkolják egymás népek, nyelvek, paránya sincs a szeretetnek, nincs bennük szemernyi alázat. Imát is azért imádkoznak, öléshez kérik segítséget. Dicsőségedre, ha kik voltak, növényeknek és állatoknak, nekik adj örök üdvösséget.